Három, kettő, egy. Nyilvános és élő videó. Előtted három lehetőség van, de mondhatnám úgy is, hogy kettő. Azt hiszem, ebből az elsőt választod. Élni akarsz, vagy megdögleni? Ha megdögleni, akkor nem kell semmit tenni, csak ülni a fotelba és nézni a tévét. Ha élni akarsz, akkor is két választásod van. Vagy elhagyod az országot belátható időn belül, vagy ha ragaszkodsz az országhoz, akkor fölállsz és teszel érte. Más út nincsen. Gondoljad végig, és cselekedjél. A tett halála az okoskodás. Ne akarjál bölcs és okos lenni, hanem gondold végig, hogy eddig mit értél el az életbe, mikor voltak sikereid, és akkor, amikor már kiveszik a kezedből az irányítást, akkor a mások veszik át a sorsodat, és ők irányítják. És ők tesznek téged tönkre. Ez a megdöglésnek az útja. Ugyanúgy, ahogy Katimba volt, dózerrel fogják a tetemedet betúrni egy dózerrel egy sírba. Ezt szeretnéd? Hogy a magyarok egy sírba legyenek a magyar földbe? És a föld takarja a magyarokat? És tapossák az idegen emberek a földünket, ami alatt mi fekszünk. A fiatalok már rájöttek, hogy ebbe az országba ők nem tudnak élni. Ha nem tudnak tanulni, és nem tudnak fejlődni, akkor nekik ez nem táptalaj. És itt nem tudnak tenni magukért, ha nem tudnak tenni magukért. Ha ezt a kormány nem látja be, és nem lép, akkor megpecsételődik a sorsuk. Vagy elmennek az országból, vagy megdöglenek, vagy beállnak a csatasorba. Ha beállnak a csatasorba, akkor reményt adnak a többi embernek, hogy szintén ezt tegyék. Ha sokan ezt az utat választják, akkor túléli a nemzet azt, amiben van. Ha nem akarod túlélni, dögölj meg. Én nem ezt az utat választom. Én harcolok. És próbálom úgy irányítani a sorsomat, hogy egyre több olyan ember vegyen körül, amilyen én is vagyok. Igen, sokan írogatnak. Az a baj, hogy kicsik a betűk, mereszteni kell a szemem. Én utólag szoktam elolvasni a kommenteket, amit hozzáírtok. Utólag, mielőtt terjesztem a videómat, meg szoktam nézni, hogy érdemes-e arra, hogy terjesszem, és akkor még hozzá szoktam írni. Úgyhogy, ha befejeztem a videót,
és ti meg szeretnétek többször hallgatni, és ha tetszik, terjesztenétek, akkor megtehetitek, és akkor láthatják a hozzáírásaimat, és ti is hozzáírhattok. Egyelőre ennyi, és még megpróbálok összeszedni olyan gondolatokat, ami meg tudná mozdítani azokat az embereket, akik ülnek a fotelba, és még nem látják, hogy lépniük kell. Mert ha nem lépnek, akkor a sírgödörbe fognak fölébredni. Akkor, mikor rájuk túrják a földet. De akkor már késő lesz. Akkor már nem tudod olyan helyre kerülni, ahova szeretne. Akkor már az jut, amit kapott. Sziasztok!